A Völtség Néptánc Egyesület szokásos heti próbáját tartja a Bonyhádi Zeneiskola egyik termében. A csoportban a gyerekek 6 éves koruktól tanulnak táncolni. Az egyesületet Steiner Józsefné alapította még 1996-ban, aki a mai napig elhivatottan oktatja a gyerekeket a magyar néptánc kultúra sokszínűségére. Alapvetően sárközi és bukovinai táncokat adnak elő, de az elmúlt évtizedek alatt bővült a repertoár somogyi, moldvai, nyáradmenti, kalotaszegi és szatmári néptáncokkal is, de az egyesület vezető nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a népi gyermekjátékokkal, szokásokkal is megismertesse a fiatalokat. Ezek a gyerekek, akik most itt vannak ezen a táncpróbán, ők 6 éves korukban kezdték el a táncot, a legidősebb táncosunk most itt közöttük 16 éves, tehát 8-10 éve táncolnak, és hát úgy iparkodunk, és úgy szorgalmaskodunk, hogy a repertoárunk minden évben bővüljön. Persze azért van, ami elmarad, de külön szeretném azért elmondani azt, hogy a repertoárunkban nem csak a táncok, tehát ma a különböző táncok jelennek meg, hanem nekem én nagyon szem előtt tartom azt, hogy a népszokások színpadi feldolgozása is megjelenjen a műsorainkon, vagy akár a mindennapi életünkben. Például van egy Luca napi köszöntőnk, ami színpadon is megállja a helyét, de megcsináljuk ezt a lucanapi köszöntőt az iskolákban is, meg a helyi óvodákban is. Vagy például egy karácsonyi pásztorjátékunk, amit színpadon is elő tudunk adni, de hogyha a városi rendezvény szabadtéri adventi műsort szervez, például akkor most 21 decemberében ott adtuk elő a karácsonyi pásztorjátékot, és akkor sorolhatnám tovább, mert követi a Szent Balázs nap, ott egy nagyszerű Szabadi Mihály Balázsok című koreográfiát, azt minden évben tanítjuk, aztán húsvét hétfői ünnepkört, a zöldágjárástól a húsvét hétfői locsolkodásig. Ezek meg vannak komponálva is, hogy úgy mondjam, koreográfiában is, meg ezt a tehát azon a napon valóságosan, például most is húsvét hétfőn a gyerekeknek egy ilyen házi kis bemutatót szerveztünk, a szülőknek egy kis locsolkodást. A Néptánc Egyesület rendszeresen fellép városi rendezvényeken is, illetve a környező településeken megrendezett falunapokon is előszeretettel szerepelnek. Gyakran mennek Izménybe, Győrére, Aparhantra, hogy az ottani közönséget alkalomról alkalomra szórakoztassák táncukkal. Az együttest kizárólag gyerekek alkotják, nincs felnőtt tagja a csoportnak. Addig vannak itt a gyerekek, amíg Bonyhádon tanulok. A középiskola már egy kicsit viszi a gyerekeket, de aztán középiskola után már nem tudjuk őket együtt tartani, mert elmennek Bonyhádról tovább tanulni. De akik nagyon-nagyon elhivatottak, hogy úgy mondjam, néptáncosként, nagyon jó kapcsolatban állunk a Paksi Tehetségművészeti Iskolával, és a Iker Józsefné a Györgyével nagyon-nagyon jó kolléganők voltunk, sőt, valamikor még a tanítványom volt, oda szeretettel várja a Györgyi azokat a gyerekeket, akik a hétköznapjaikat már nem Bonyhádon töltik, meg már nincs idejük hétköznapokként táncpróbájára járni. Ennek a művészeti iskolának van egy tehetség műhelye, ahol folytathatják. Steiner Józsefné azt is elmondta, hogy a Covid időszak nem tett jót az utánpótlásnak, hiszen amíg a megszorítások tartottak, addig az óvodákban is szünetelt a néptánc oktatás, ahonnan azelőtt szép számmal jöttek gyerekek az egyesületbe. A toborzás az úgy történik, hogy aki ismer minket, és szeretné a család, hogy a gyermeke ebben a nevelésben részesüljön, az megkeres minket. Egyéb toborzás, hát a Facebookon megjelenik természetesen, a zeneiskola hirdetményében megjelenik, hogy be lehet iratkozni a zeneiskola néptánc tagozatára, de ez egész komoly problémát okozott az elmúlt 2 évben. Most 35 táncosunk van, és 3 korcsoportban tanulják a táncot. Egy 6-8 éves korosztály, 8-11, és ők, akik 11-től 16-ig. Jöjjön oda, komám asszony, sígyunk egyet! Jaj, mint fáj a gyomrom, meghalok, ha nem iszom, komám asszony!
A néptánc együttesnek 2015 óta van egy felnőttekből álló népdalköre is, akik a próbákon és a fellépéseken is aktívan részt vesznek. A próbák zömén élőzenei kísérletet gyakorolhatják a fiatalok a táncokat, de ha épp a zenekar nem ér rá, akkor Oswald János az, aki technikai segítséget nyújt a csoportnak immár 17 éve. Éppen most bővült ki férfi tagokkal a népdalkörünk, és az első ilyen vegyes kar bemutatkozás március 15-i ünnepi műsoron történt. Arra meg külön büszke vagyok, hogy néhány táncos fiú is énekelt a népdalkörrel. A népdalkörnek a vezetője pedig Fekete Sebestyén Ibolya. Azokon a műsorokon, ahol csak mi szerepelünk, vagy legalább egy órás műsort adunk, azokra a műsorokra természetesen zenekari kíséretet biztosítunk. A többi műsorra pedig hát a Jőreg Hangfal zenekar szolgáltatja a zenét. A fellépéseket megelőzően zenekari próbákat tartunk minden koreográfiában. Hát az egy nagyon komoly munka, a zenekart és a tánckart összehangolni. Az együttes legközelebbi fellépése Szászváron lesz egy bukovinai találkozó keretein belül, majd Izményben egy gyermektánccsoport bemutató alkalmával lépnek színpadra. Júniustól pedig falunapokon és fesztiválokon mutathatják be tánctudásukat az Egyesület fiataljai.